nem messze van az én babánk anyám. Ide látszik Sudan jegere fája, fújja a szél, engedi, katonának kell menni. Vannak mindenki által igen jól ismert katonadalok, és vannak olyanok, amelyek szinte teljesen ismeretlenek. A detroiti férfi dalkör pedig mindegyiket előszeretettel énekli, méghozzá azzal a céllal, hogy népszerűsítse és tovább örökítse ezt a műfajt, amely lassan kezd feledésbe merülni. A férfi dalkör 5 éve verbúválódott 15 énekelni vágyó férfiú társulásával. Közöttük pedig ott van egy nő, Szabó Ágnes, aki nem csak megálmodta, de vezeti, működteti is az éneklő közösséget. Ezelőtt 5 évvel jött egy gondolat, és én álmodtam egy férfi dalkört, amely katona énekeket énekel. Ez a vonzódás a katona dalok és az éneklés felé gyermekkoromból jön. Szüleim nagyon szerettek énekelni, édesapámtól nagyon sok katonadalt hallottam, és hallottunk a család. És sajnálattal tapasztaltam, hogy nincs, aki közösen énekelje ezeket a dalokat. Az idősebb férfiak ismerik, és nagyon nagy kedvel énekelik, viszont a fiatalok körében kevésbé ismertek. A kórus éneklés Gyergyó Ditróban nagy múltra tekint vissza. A visszaemlékezések szerint 1867-ben advent idején szólalt meg először férfi kórus a községben. Ez a műkedvelő művészi tevékenység lassan közismerté tette Ditró nevét. A ditrói férfi dalkör azonban nem csak az éneklés öröméért nótázik. Céljuk a katonadalok éltetése és népszerűsítése is. A katonadalok a folklórkincs szerves részét képezik. Ezek legszebb darabjait generációk örökítették át egymásnak. Ma, amikor már megszűnt a sorkatonaság, és ezzel együtt a besorozás, a reguta bál, valamint a katona kísérő hagyományos mozdulatai, egyre kevesebb alkalom van e dalok éneklésére. Az idősebbek még ismerik, de a fiatalok szinte egyáltalán. A dalkör tagjai ezért tartják fontosnak, hogy énekeljék és terjesszék a katonadalokat, ezzel együtt pedig tartsák életben nagyapáink és dédapáink hagyatékát. Valahogy nekem ezek a katonadalok nagyon tetszenek. Abból a korból vagyok, amikor tehát értem, én ezeket énekeltem a katonavacsorakor, az állomáson, éjszaka, amikor vártuk a vonatot, ugye a búcsúztatón, tehát ezeket én átértem. Ugyanakkor nagyon sokat hallottam a nagyapáimtól, nagyon sokat meséltek a háborús dolgokról. Az egyik, tehát apai nagyapám, ő sajnos Oroszországba elhalt. Az ő emlékéért és önmaga elégtételéért is énekel katonadalokat Simon Sándor, aki úgy érzi, ilyenkor kicsit újra átélheti a katonakorát, miközben át is adja tudását a fiatalabbaknak. Én a fiatalabb korosztályt képviselem, és nem is voltam katona, én beleestem abba az időszakba, hogy nem vittek el katonának. Viszont nekem is nagyapám énekelt korábban a férfi dalkörbe, Ditróba, nem ebbe, hanem az egyezt megelőző másik dalkörbe, illetve én is énekeltem a ditrói egyházi kórusba, és nagyszüleimtől nagyon sok régi szép történetet hallottam annak idején, amikor ők még fiatalok voltak, és én tulajdonképpen ebben nevelkedtem velem. A férfi kórus hétköznapjai olyanok, mint egy átlagos dalkör hétköznapjai. Hetente próbálnak, fellépés előtt pedig gyakrabban. A különböző korú és elfoglaltságú férfiak fegyelmezetten járnak a próbákra, tanulják a szövegeket és dallamokat. Közben pedig érzik, hogy igazi közösséggé kovácsolódtak. Nagyon jól érzem magamat, mert egy nagyon jó összetartó csapat, segítünk egymásnak, megértjük egymást, úgy érzem, hogy a próbákon is, illetve amikor készülünk valamilyen fellépésekre, akkor hasznosan ki tudjuk magunkat kapcsolni. És az az érdekesség, hogy nagyon sok olyan dalt tanulunk, amit nem igazán tudnak mások. Tehát azokat a katonadalokat is énekeljük, amik ismertebbek, viszont vannak olyanok, hogy nem igazán tudják. És ez jó, hogy át tudjuk adni a közönségnek, a hallgatóságnak ezeket.